Fogyatékosságbarát munkahely elismerésben részesült március végén a 3. kerület Óbuda-Békásmegyeri polgármesteri hivatal. A Szalva Vita Alapítvány brit inspirációra honosította meg hazánkban ezt a díjat, amelyhez csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ezen a pályázaton nyert az önkormányzat, a címet 2 évig használhatja. Kis Anita jegyző beszélt az elismerésről és arról, hogy a fogyatékkal élő munkatársaikat hogyan segítik a munkavállalásban. Jelenleg 3 fő megváltozott munkaképességű munkatársunk van. Ők egyrészt beszédükben, mozgásukban akadályozottak, illetve van egy látássérült munkatársunk is. De ahogy az esélyegyenlőségi tervünk is tartalmazza, a 40 év feletti és a megváltozott munkaképességű munkatársaink helyzetének, munkakörülményeinek javításán dolgozunk. Az önkormányzat a pályázat részeként vállalásokat fogalmazott meg. További megváltozott munkaképességű munkatársakat is szeretnénk foglalkoztatni. Folytatnánk a fizikai akadálymentesítést, az óbudai hivatalos honlapnak is az akadálymentesítételét, ez jelenleg is folyamatban van, és további érzékenyítő tréningek tartását tervezzük a munkatársaink számára. A főtéri központi épületben akadálymentesített irodát alakítottak ki. A Laktanya utcai épületben brejírással is fogadják az ügyfeleket, illetve vezetősáv és hangos lift is rendelkezésre áll.